A Kvassai Jenő terv egy olyan hiánypótló vízgazdálkodási stratégia dokumentumait összegzi, aminek célja a vizekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó iránymutatás. A csomag a 2020-ig tartó intézkedési terv mellett meghatározza a hosszú távú 2030-ig tartó vízgazdálkodási célokat is. Azért van erre szükség, mivel a víz egy fontos stratégiai kérdés, a vizekkel foglalkozni kell, mert egyrészt kockázatokat is jelentenek, másrészt hasznosítani is lehet őket, tehát komoly előny származhat belőlük. Továbbá a klímaváltozás miatt hazánknak is komolyan kell foglalkoznia a változásokkal, amely az időjárásban és a vízjárásban megfigyelhető lesz. Több vízhiányra, hosszabb asszályos időszakokra kell készülnünk, illetve az árvizek veszélye is fokozódhatnak a klímaváltozás miatt. Emiatt nagyon időszerű, hogy ezzel a vízügyi kérdésekkel foglalkozzunk. Természetesen nem csak a területi vízgazdálkodással, hanem a települési vízgazdálkodással is foglalkozik a Kvassai terv. Abrusz László elmondta, a Kvassai terv 7 pillérre épül, amik közül az első a víz visszatartásával és elraktározásával foglalkozik, ami stratégiai fontosságú megyénkben is. A második pillér az ár- és belvízvédelemre épül, ami az anyagi károk megelőzése érdekében kiemelt fontosságú. Nagyon fontos része a Kvassai tervnek egy következő harmadik iránya a vizek jó állapotba hozása. A vizek minőségének védelme és mennyiségi megőrzése ezzel kapcsolatos. A harmadik pillér, a negyedik a Kvassai tervnek a vízi közművekkel foglalkozik. Nagyon fontos, hogy a lakosság jó minőségű vízellátást kapjon, illetve a szennyvizekkel is foglalkozzunk. Ez egy nagyon fontos elem, hiszen óriási a vízi közmű vagyon, és meg kell akadályozni ennek az elavulását, elhasználódását. A Kvassai terv további három fontos pillére a társadalom és a víz viszonyának a rendezése, vagyis a vízzel kapcsolatos értékrend javítása az óvodás kortól a felnőtt korig. Továbbá a víz gazdasági és irányítási kérdései is kiemelt szerepet kaptak a stratégiában, tette hozzá a műszaki titkár.